Sok érdekesség elhangzott a mai évértékelő beszéden, mert hogy sokat csámcsogtak utána rajta az újságírók is, például, hogy hol tévesztett a miniszterelnök, mit, miért mondott a miniszterelnök, összehasonlították már többen a 12-es, 11-es évértékelővel is. Na, akkor menjünk sorba. Vendégeim Magyar Kornélia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kiszeli Zoltán, jó estét kívánok! Kezdem a Liddel, ami a fidesz.hu oldalán is így kezdődik, tehát a lényeg az összefoglalóban. Magyarország jobban teljesít az emberek mindennapi terheinek csökkentésében, az érdekérvényesítésben, a családok támogatásában, a nyugdíjak területén, a munka megbecsülésében, a rendőrség bővítésében, a felesleges kiadások lefaragásában, az egészségügyben és a felzárkózásban is. Felzárkóztatásban is. Önök is így vélik? Ez a legnehezebb terület, és szerintem ez politikusoknak a dolga, hogy egyik számot a másikkal összehasonlítsák, hogy akkor egyébként a közférában... A elemzők is meg szoktak ezzel 19 ezerrel többen dolgoznak, mint eddig, tehát hogyha azt nézzük, hogy egyébként mennyi, nem csak politikusunk, de mennyi az állam által eltartott dolgozó, akkor azt mondhatjuk, hogy többen, míg a versenyszférában 34 ezerrel kevesebben dolgoznak, és hát ez a, egyértelműen a gazdaságnak a zsugorodása. Tehát lehet ilyen összehasonlításokat tenni, de én tényleg azt mondom, hogy az első a politikusoknak a feladata. Elsősorban én azt hiszem, hogy elemzőként a műfajnak a tisztázása a cél. Tehát, hogy egy ilyen országértékelő evidens módon azokat a dolgokat fogja elmondani a miniszterelnök, amit kiemelendőnek tart a saját kormányzásából, amiről azt gondolja, hogy be tudja bizonyítani, hogy egyébként jól mennek a dolgok. Kínosabb az ügy, és szerintem ebben az esetben erről van szó, amikor egy ilyen országértékelőt olyan híradások előznek meg sorozatban, a KSH, amit már említettem, aztán a bizottságnak a prognózis, amelyek pont ellentétben állnak, tehát egy komolyabb feszültséget árulnak el arról, hogy egyébként a kormánynak van egy víziója, hogy ő hogyan dolgozik, vagy van egy álláspontja erről, és van a szakértőknek, különböző szerveknek, nemzetközi vagy külföldi szerveknek arról, hogy egyébként a magyar kormány hogyan dolgozik, és hogyha ennek nagyon nagy a kontrasztja, akkor azt lehet mondani, hogy hát itt majd a néző eldönti, majd a választópolgár eldönti, hogy melyiknek hisz. Hát itt kontraszt azért volt kösen így a mai napon, az tény, és a hírszerkesztők nem is tudtak más tenni, hogyha a hír fontossági sorrendet összeállították. Orbán Viktor évértékelő, Európai Bizottság gazdasági előrejelzése. Értem én, persze itt beszélni is fogunk magáról a stílusról, a műfajról, kinek szól, milyen üzenetek, kiket célzott meg ezzel a beszédével a miniszterelnök, na de a tartalmat és az igazságtartalmat sem hagyhatjuk szó nélkül. Hát erre az ellenzéki pártok azonnal lecsaptak, hogy ez egyszerűen nem igaz. Nem teljesítünk jobban, nem élnek jobban az emberek, a érdekérvényesítő képességünk az mondjuk az uniós források területén azt nehezen tudják vitatni, de az összes többi paraméterrel úgy csaptak le az ellenzéki pártok, ahogy csak lehetett. Ha megnézzük a műfaj sajátosságait, valóban kormányzati pozícióban a politikusok inkább az eredményeket teszik a kirakatba. Most is ezt láttuk, hogy Orbán Viktor azokat a tényeket sorolta fel, amelyek szerinte ezeket az eredményeket tükrözik. Nyilván ellenzéki pozícióban a politikusok inkább a kormány kritikájára összpontosítanak, és akkor nem annyira az eredményekről beszélnek, mint inkább kritikát fogalmaznak meg. Hát valóban véletlenül a miniszterelnök azokat a területeket emelte ki, amelyekben szerinte az ország sikereket ért el, és ehhez ezeket próbálta a számokkal alátámasztani. A 2251 kisbaba. Tehát ez egy konkrét szám, itt ezt nehéz elvitatni, azt viszont nehéz elhallgatni, hogy most 2251 gyermekkel több született 2012-ben, de 2011-ben meg nagyon durván visszaesett a születések száma. Tehát ahhoz képest tényleg jó, hogy mennyit estünk vissza. Én szerintem mondom, mindig lehet egyik oldalról és másik oldalról is számokat hozni. Az, amit ön is említett, hogy az ellenzék hogyan rácsapott, valóban, hogyha egy a valóságtól nagyon elrugaszkodott beszédet mond egy miniszterelnök, akkor erre számíthat, hogy ez annyira volt, ki... Ez a valóságtól elrugaszkodott beszéd volt? Hát, hogyha nem is akarok ilyen nagyon keményen fogalmazni, de inkább azt látom, mondom, hogy nagyon nagy a kontraszt azzal szemben, ahogyan egyéb, vagy amilyen híradások a közvéleménykutatásokban, ami megjelenik, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy hogyan élnek az országban, mit gondolnak a saját jelenlegi helyzetükről, jövőbeni helyzetükről. Ahhoz képest azt gondolom, hogy ez egy győzelmi jelentés volt, egy termelési regény, hogyha úgy tetszik, annak műfaji sajátosságainak abszolút megfelel. Lehet, hogyha kicsit szerényebb, hogyha nem használ ilyen nagyon nagy szavakat, hiszen saját magát történelmi keretbe helyezte. Ugyanazt mondta, hogy hát szerényen illik fogalmazni, de hát mégiscsak itt egy új magyar modell
emberről van szó, egy olyan magyar tetről, amiről aztán majd megemlékeznek. Tehát a történelmi hősöknek a sorába helyezte magát. Erről azért nem lehet azt mondani, hogy ez a szerénységről árulkodni, és én meg azt hiszem, hogy lehet, hogy célra vezetőbb, hogyha nem lehet ezután kiemelni ezt a kontrasztot, hanem azt lehet mondani, hogy hát igen, ez egy év értékelő beszéd volt, amelyben a kormányzat kampányelemeket felvonultatott, mégiscsak egy év múlva választások lesznek, valószínűleg ez a célra vezetőbb, mint az, hogy utána azon éltelődnek, hogy hát hogyan gondolja a miniszterelnök, hogy milyen iszonyatosan jól teljesítünk, amikor éppen recesszióban van a gazdaság, és lehet, hogy jövőre is még ott lesz. De amikor a pozitívumokat mondta, akkor azért elétette a következő 20 évet. Tehát, hogy egész konkrét számokat a 2251 kisbaba megszületésén kívül nem nagyon mondott a miniszterelnök, tehát csak, hogy több vállalkozás, több ez, több az, több amaz, de ez egy 20 éves távlat volt. Bizonyára ő is tudta, hogyha a jelen helyzetről mond számokat, na arra még jobban lecsapnak. Valóban, tehát itt a kormányzat munkájának az első eredményeit vázolta fel a miniszterelnök, amelyeket a minisztériumok és a statisztikák mutatnak. Itt több szám is volt azért, visszaemlékszem, azért beszélt arról, hogy 3500-al több rendőr van, hogy 1000 roma asszonyt elkezdenek dajkává és gyermekgondozóvá átképezni, hogy talán 9600 startmunkás indult el a tavalyi évben, annyian kezdtek el a startmunka keretében dolgozni. Tehát voltak eredmények az adósság csökkenésére, ugye ez hullámzik a forintár folyamának függvényében, de azért voltak konkrét számok, szerintem a korábbi beszédekhez képest sokkal több konkrétum volt, amelyek ennek az első két és fél évnek az első eredményei. A miniszterelnök mindig hozzátette, hogy a beszédben ez szerintem nagyon érdekes elem volt, akkor azt mondta, hogy szerettük volna, ugye az elmúlt 8 évhez képest ugye ez egy eredmény, hogy tudjuk, hogy az emberek többet szeretnének, mi is többet szeretnénk elérni, most ennyire futotta, ez az, ahol most tartunk, és ami még érdekes valóban, én nem ilyen történelmi hősi távlatot látok ebben, hanem pontosan azt az igényt, amit Köcsén megfogalmazott a centrális politikai erőtérben, hogy ő 20 évre tervez, 15-20 évre tervez, és ehhez kéri a felhatalmazást, hogy ezeket a folyamatokat, amelyek szerinte eredményesek, ugye ezért sorolta ezekben a témákban az eredményeket, és a kontrasztot az elmúlt 8 évhez. Tehát ez nagyon fontos volt, a kontraszt is, nem csak az eredmények felsorolása, hanem a kontraszt is, és azt mondta, hogy ezekhez az eredményeket, hogyha folytatni szeretnénk, na ehhez kéri a felhatalmazást. Én azt látom, hogy nem csak a szocialista kormányokhoz, hogy ezt az elmúlt 8 évet, azt látom, hogy így hagynám, mint kifejezésben, ezt persze már mindenki érti, de hogy azért mégiscsak legyünk precízek, tehát a 2002 és 2010 közötti, most már tudok számolni, és közötti szocialista kormányzatoknak a nem csak ehhez a teljesítményhez mérte saját magát, hanem húzott 2010-ben egy olyan vonalat, ami megelőzőleg a rendszerváltást jelölte meg. Tehát, hogy ott volt egy ígéret, ott volt egy eltökéltség, és ehhez képest... Még tapárjárás, honfoglalás is volt, tehát annyira... Igen, de hogy ehhez képest ezt a 21 néhány évet, azt zárójelbe tette. Azzal a szándékkal, hogy gyakorlatilag az időszámítás az 2010-től és a kétharmados Fidesz többségtől származik. Ezt látjuk egyébként nem csak ebben a beszédben, ezt megelőzőleg is különböző tervezetekben. Például az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatának, ugye ott van egy komolyabb terv arra vonatkozóan, hogy hogyan változtassák meg, hogy a korábbi bírósági ítéletekre nem lehetne hivatkozni, a korábbi határozataira, hiszen azok a korábbi alap, nem alaptörvény, akkor az alkotmányból származnak, és hogy csak a 2010-ben megalkotott 2011-től hatályos alaptörvény lenne az, vagy 2012-től hatályos alaptörvény lenne az, amelyre lehetne hivatkozni. Ez is azt mutatja, hogy van egyfajta ilyen szemlélet a Fideszen belül, hogy 2010 az a kezdő dátum, ahonnan számítunk mindent, és ami előtte volt, az nem. Ez csak azért furcsa, ugye, mert ugye mégiscsak volt egy, a Fidesznek is volt szerepe a rendszerváltásban, a Fidesznek is volt már egy kormányzata 98 és 2002 között, tehát így ilyen formában zárójelbe tenni egy fontos időszakot, egy építkezési időszakot minden hibájával együtt, hát ez legalábbis vitákat vált ki. Visszatérve a számokhoz, mondott számokat valóban a miniszterelnök, van, amikor igaz is a szám, van, amikor újságírók utána jártak, és nem igaz. A minden hazugság ellenére valahogy így fogalmazott, a közfoglalkoztatottak átlagkeresete meghaladja 73.200 forintot. Ez igaz. Csak hogy ez bruttó, tehát ennyit nem visz haza a szerencsétlen, tehát az eddigi elíresült 47.000, ami most majd 49.000 legyen, vagy lesz majd. És a romák számáról azt nem tudom, hogy hányan kapták fel a fejüket, hozzá is tette egy kicsit mosolyogva, hogy hát tudják, nem lehet ezt így számon tartani, hogy ki roma, nem roma, de roma közmunka felügyelők vagy vezetők mondták, hogy hány roma, tehát 54.750 volt a közmunkások között a roma. Hát
ez, tehát ha valaki ennyire pontosan tudja, akkor bizony összeírták a roma közmunkásokat. Ennek ugye egy szempontból van jelentősége, hogy a kormány és az országos roma önkormányzat kötött egy megállapodást, talán 2011 májusában, hogy 100 000 hátrányos helyzetű, köztük többségében roma embert szeretnének valamilyen módon munkához juttatni, hát ha nincs más lehetőség közmunkához, és vélhetően ennek a megállapodásnak a teljesülését szerette volna, ennek az állapotát jelezni a miniszterelnök. Én azt értem, nem ezt mondtam, hanem megszámlálták, hogy a 70 000 közmunkás közül 54 750 roma. Tehát nyilván tartották, hogy ki a roma és ki a nem roma. Vagy ez csak nekem fáj ennyire? Nem, ugye a probléma csak az, hogy nem tudjuk az adatfelvételnek, vagy az adatrögzítésnek a módját. Mondták sem a munkafelügyelők, miként, valami ilyet mondott a miniszterelnök. Két, hát az a legnagyobb, az probléma, hogy ez így van, mert hogyha önkéntes alapon volt egy erre vonatkozó kérdőjük, amit még Péter Falvi Attila is láttamozott, és azt mondta, hogy ez így rendben ez van. Ez a cigány munkaszervezők szerint, ők mondták. Én is azt hiszem, hogy ez problematikus. De vannak más problematikus adatok is, és a leginkább, amikor az elején a kontrasztot mondtam, a rábércsökkenés az egy nagyon világos, amit pont csütörtökön, tehát egy napja hozott ki a KSH, és az azt mondja, hogy 4%-kal csökkentek a rábérek, és én azt hiszem, hogy hát lehet ebben persze szép jövőt felfesteni, és az a cél, hogy szép jövő legyen Magyarországnak, hogy ilyen patetikusan fogalmazzak, de mégis az azok arra utalnak, hogy hát valami félre siklott, valami mégsem működik akkor jól, hogyha a versenyszférában 34 000-rel kevesebb a munkahely. Hát aztán minek jártak még utána az újságírók? Egy a számoknak, tehát a reálbér az reálbér, az infláció az infláció, tehát az, hogy mennyit viszünk haza, és abból mennyit tudunk elkölteni, mennyit ér, ezek elég magas számok, és nem is olyan nehezen kiszámolhatók. A Márai Sándor idézet, amely úgy néz ki, hogy Ottlik Géza volt, az azért egy nagy tévesztés annak, aki írta valószínűleg. Nem, és ez már a tavalyiban is így volt. Tehát, hogy ebben az a különösen érdekes, hogy vajon miért ismétli ezeket a hibákat a miniszterelnök. Miért ismétte meg olyan viccesnek gondolt. Tehát, hogyha ötször elismétlem, akkor végül hogy mégis Márai lesz. Így van. Tehát, hogy és ezek furcsa hibák, ami vagy slendriánság, vagy oda nem figyelés. Ugye hát az lehet tudni nyilván, vagy hát nem feltétlenül nyilván van az a miniszterelnök, aki saját magának írja ezeket a beszédeit, van, amikor segítséget kap, van, amikor az egészet, vagy teljes egészében írják neki. Itt nem tudom, hogy ebben az esetben hogyan volt, azért azt hiszem, hogy úgy hírlik, hogy Orbán Viktor magának írja a szövegeit, tehát vagy elfelejtette, hogy ő ezt már tavaly mondta, és akkor is helytelenül mondta, vagy hát nem tudom, egészen erre nem tudok konkrét magyarázatot adni, de azért ez biztos. Nem meglátjuk, hogy őre mit fog mondani. Hát, hogy újra. Az Ottlik Márai lesz. És akkor ez tényleg Márai lesz addigra már. Addigra elhisszük. Én megszámoltam, menet közben aztán nem tudtam végig pontosan számolni, a leíratban találtam 20 darab elmúlt 8 évet és a szocialista pártot, plusz még 2 külön fejezetet, amely csak róluk szólt. Azért ez egy 3/4 órás beszédben kimondottan a kampánybeszéd üzenetet vagy képet festett erről az egészről, nem? Valóban így van. Azt kell látni, hogy utaltunk itt a beszélgetés előző részében arra, hogy egy kontrasztot teremtett nagyon fontos választói csoportok tekintetében. Tehát a miniszterelnök a beszédében nagyon sok fontos témát érintett, ugye a legfontosabb téma a választási részvétel szempontjából a nyugdíjasok helyzete. És hogy itt különösen elmondta azt, hogy az elmúlt, vagy 2010 előtt ugye elvették a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól, és ugye most pedig a nyugdíjasokat próbálják, hogy az inflációval kompenzálni próbálják a nyugdíjakat. Tehát a kontraszt az minden fontos választói csoport tekintetében, illetve fontos témáknál, mint a rendőrök számát sem véletlenül említette szerintem a miniszterelnök. Na, hiszen... sem pontos. Mindegy, de az, hogy többen vannak rendőrök, az több rendőr van az utcán, ugye ez véletlenül a közbiztonsági érzetet lett volna hivatott javítani, hogyha több rendőr van, talán kevesebb bűncselekmény történik. Nincs ilyen közvetlen összefüggés, csak a biztonság érzet nőhet ezáltal. Tehát én azt látom, hogy a kontraszt a 2010 előtti időszakhoz, vagy más országokhoz azért fontos, hogy ezek a csoportok azt lássák, hogy vannak első eredmények, és ezek az eredmények kerülhetnek veszélybe, hogyha a 2010 előtt kormányzó erők kerülnek ismét hatalomra. Tehát én ezt az összefüggést látom ebben a kontrasztban és a kontraszt tovább gondolásában. És régen elnök se 2 dolgot utált, hanem 3-at, tehát ez az idézet se volt pontos. Mit szólnak ahhoz, hogy aki gyáva, nem, aki fél, azt megharabja a kutya, ledobja a ló, meg még a roller is. A roller az hogy tud ledobni? Arról maximum leesek, de nagyon.
Hát nem szeretném a miniszterelnök humorát minősíteni, ott sokan kacagtak, úgyhogy ezt biztos viccesnek gondolták. Inkább arra mutatnék rá, hogy azért ebben a mondatban is az a fajta érzület volt benne, ami a Fidesz táborban, a jobboldali táborban igenis markáns, az, hogy merjünk kiállni a saját érdekünkért, és ennek ez a formája, hogy pimaszok vagyunk, hogy odamondunk, hogy mindig van egy Brüsszel felé egy fricska, hogy mindig van az IMF felé egy fricska. Vannak keményebb mondataink is, igen, és hogy ez a nemzeti érdek képviselete. Ezzel szemben mondom azt, hogy én nem vitatva el azt egyébként, hogy a Fidesz nemzeti érdeket képviseli, de az is a nemzeti érdek képviselete lehet, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy sokkal barátságosabb, sokkal megengedőbb stílusban, amit a jobb oldal úgy fordít le, hogy meghunyászkodó, és hogy a külföldnek és a nyugatnak behódoló, mindig megfelelni akaró, ilyen kényszeres baloldali cselekvés, hogy az ugye az nem a nemzeti érdek képviselete, ezzel szemben mondom, egy puhább tárgyalási stílus is az tud lenni. Én azt gondolom, hogy 50-50% mind a kettő eredményes tud lenni, csak okosan kell csinálni. Sajnos az a helyzet, hogy eddig a pillanatig úgy tűnik, hogy a Brüsszel való tárgyalási stílusunk az inkább hátrányunkra volt, mint előnyünkre, és egy megengedő tárgyalási stílussal talán többet tudtunk volna elérni ennél. Egy idézet viszont egészen pontos volt, a civil összefogás kampány idézete, hogy együtt tették tönkre az országot, ez viszont szóról-szóra úgy hangzott, mint ahogy látjuk mondjuk az óriás plakátokon. És ha nem felejtünk, ugye ez is úgy volt, talán a plakáton, hogy nem felejtünk, a miniszterelnök szavaiban pedig úgy volt, hogy soha nem felejtjük el valami ilyesmi. Igen. Jól emlékszem. Igen, ebből is nagyon világosan látszik, hogy persze civilnek van álcázva, de valójában ez már a fideszes kampánynak az előszele volt, ez az, ami megáldja az annak a retorikának, amit aztán a későbbiekben majd láthatunk. Úgyhogy, de én nem hiszem egyébként, hogy ez főleg kampánybeszéd volt, hogyha az arányokat nézzük, akkor egy ilyen 4/5-1/5 arányban elsősorban a kormány teljesítményéről, mondom, egyfajta termelési regény volt az első, az első 4/5-e, és aztán az utolsó rövid rész volt. Na, az de a kormány teljesítménye az a 4/5-e is minden második mondatnál azért oda volt szó, hogy nem úgy, mint azt megelőzően. Tehát mi ezt és ezt csináltuk, bezzeg, nem így volt ez eddig. Tehát szerintem a 4/5 az... Lehet, hogy inkább a másik arányba fordulhat. Kornéliával ott vitatkoznék, hogy azt mondta, hogy ez a civil kampány egy fideszes kampány, hogyha Amerikára gondolunk, vagy Nyugat-Európára, ott is azt látjuk, hogy vannak érdekcsoportok, érdekszervezetek, civil szervezetek, amelyek úgy nevezzük, hogy támogató kampányt folytatnak. És ilyen eszméletlen jól, anyagilag jól ellátottak? Ott úgy működik, hogy adományokat gyűjtenek, és no, ezekből az adományokból tudják ezeket a kampányokat folytatni. Nyilván, akik támogatják ezeket a célokat, amelyeket ezek a szervezetek felvállalnak, kisebb-nagyobb adománnyal ezt tudják támogatni. Tehát az más kérdés, hogy ez kinek használ. Tehát abban egyetértek, Kornél, vagy lehet, hogy ez a Fidesznek használ, de az, hogy ezek civilek csinálják ezeket a kampányokat, ameddig nem derül ki ennek az ellentétje, addig szerintem ezeket el kell fogadni. Nem, én ezzel nem akarok ugrálni, persze, hogy elfogadom. Jó, csak mondtad, civil, azért csak akartam erre reagálni, mert ezt így mondtad. De hogy közben annak a regisztrálása, hogy ez a kampány, amit eddig láttunk, az olyan megközelítőleg 200 milliós kampány. Hát szerintem büszke lehet az a civil szervezet, amelyik ezt így a hirtelen szimpatizánsaitól összetudja. Alig egy hét alatt, tehát az első megmozdulás... De nem volt egy hét. De nem csak az, hogy egy hét alatt, hanem úgy, hogy már minden nyomda kész volt. Tehát, hogy minden arculati látványterv meg volt. Tehát, hogy már biztosak voltak abban, hogy itt 200 milliót össze fognak tudni szedni, és ki is rá is tudják önteni az utcára. Ez nem, azt mondom, hogy ebben nem kell olyan nagyon naívnak lenni. Nem, hogyha megnézzük pont a hallgatói tüntetéseket, ott egy egyszerű kamerával, egy fehér fal előtt 5 ember, szerintem ők se gondolkodtak sokat, azon elkezdték mondani. De a Photoshop-ban... Hát nem is 200 milliós kampány az, hogyha ezt megnézzük. 200 millió az a plakáthely listaára. Hát így, tehát így most van. Én sem akarok ezen rugózni, csak az a listaár, igen, a foglalás. Tehát arra akartam utalni, hogy ennek az elkészítése az nem biztos, hogy annyiba kerül. A kihelyezés az már kerülhet ennyiben. De én nem is azt mondtam, hogy az elhelyezés volt 200 millió, azt mondom, hogy egyébként... Csak nem mondtam azt, hogy a plakátoknak a helye, de amivel elöntötték az utcát, az körülbelül ennyibe kerül, lehet olcsóbban is nagy kampányokat, pont a diák tüntetés az jó, hogy mondod, mert az egy remek példa annak, de az egy... Önnek hihető, hogy egy-két nap alatt összejött 200 millió forint? Hát nem tudom, mióta gyűjtöttek, én is kíváncsi vagyok az elszámolásra. De bejelentés volt, és... Rá pár napra már megjelentek az óriás plakátok. Igen, hát el fognak számolni, biztos vagyok benne, hogy meg fogják tudni magyarázni. Biztos, én is biztos vagyok benne. Az elmúlt napokban több évértékelő is volt. Kezdte a sort Bajnai Gordon, folytatta Gyurcsány Ferenc, és most a mai napon Orbán Viktor miniszterelnök. Hogyha
nem az embereket, nem a politikusokat osztályozzuk, a stílusát, a üzenetértékét, hogy kit kellett ebben a helyzetben egy évvel a választások előtt megszólítania az ő értékelőjének, a szakmai értékelőjének, kinek kell, hogy üzenete legyen. Ha ilyen szempontok alapján, tehát nem az embereket, hanem a politikusokat osztályozzuk, akkor mi a rangsor? Melyik volt a három közül a legjobb beszéd, és melyik volt a leggyengébb? Hát ez egy nehéz kérdés. Persze én hozzám, csak ilyen hasraütésszerűen azért ezek nem ennyi, nem átgondolt osztályozási forma. Én azt gondolom egyébként, hogy a miniszterelnök beszélde abból a szempontból, hogy a saját táborának szólt, azt próbálja egyben tartani, ebből a szempontból nagyon hatékony lehetett. Tehát én nem, ebből a beszédből nem, nekem nem úgy tűnik, mintha ő középre szeretne, mintha a bizonytalanokat szeretné ezzel megszólítani, hanem a meglévő szavazóit szeretné biztosítani. Abból a szempontból felől, szerintem ez ötös. Így van, afelől, hogy ők jó helyre szavaznak. Bajnai Gordonnak a beszéde azért nehezebb, mert ugye ő sokkal képlékenyebb, nem egy egyben tartott, nem egy olyan közösséghez beszél, akinek lenne csoportidentitása. Ő most akar megszólítani. Ő most akarja, tehát ő most találja, vagy igyekszik megtalálni azokat a kifejezéseket, életérzést, identitást, ami köré össze lehet gyűjteni ezeket az embereket. Én azt gondolom, hogy ez egy jó próbálkozás volt erre. Nem utolsó sorban, abból a szempontból is egy jó próbálkozás volt, hogy úgy sikerül rivalizálni az MSZP-vel, hogy közben nem látom benne azt a szándékot, hogy szeretném megsemmisíteni. Hozzáteszem, hogy ezt a másik oldalról is ugyanígy látom, tehát az MSZP is jól reagált ebből a szempontból, hogy nem sértődött meg rajta, és nem volt az, hogy na jó, akkor végül is ki ez a Bajnai Gordon, miről beszélt. Legalábbis nyilvánosan nem. A lényeg az, hogy a nyilvánosság felé, a szavazók szempontjából, vagy a szavazók szemében nem azt látják, hogy van két vitatkozó párt, hanem azt látják, hogy jó, hát ezek itt rivalizálnak, de tudnak olyan, vagy nem tudnak olyan, vagy nem mondtak olyan mondatokat, amiből nem lehetne visszajönni. Úgyhogy ebből a szempontból is ez egy jó beszéd volt. Hát Gyurcsány Ferenc karcos volt, mint mindig. Már nagyon régóta ebben a műfajban érzi otthon magát. Én nagyon sok tekintetben azt látom, hogy sok mindent tanult Orbán Viktortól, azokat a fordulatokat használja már elég régóta, gyakorlatilag 2010 óta, vagy korábban a Fidesztől szokhattuk meg, én ezt is ebben a keretben értékelem, vagy ezt látom. Akiknek tervezte az évértékelő, legfőképpen a jövőről szóló beszédét Gyurcsány Ferenc, ebből a szempontból őket elérte, és ebből a szempontból ez jó volt, vagy nem volt jó? Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy ő a saját táborához ő is szintén nagyon jól tud szólni, és ő már arra az időszakra, ugye ott, amikor felhívja arra a figyelmet, hogy ha továbbra is így mennek a dolgaink, akkor nem Esterházy Attilának, nem Bajnai Gordonnak, hanem Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt. Abból a szempontból okosan pozícionálja persze saját magát, hogyha valahogy úgy adódik, és az én számításaim szerint a DK ki fog maradni abból a szövetségből, amely kihívja Orbán Viktort, hogyha ez így adódik, és elbukik ez a kísérlet, az biztos, hogy ez egy terep Gyurcsány Ferencnek. Tehát ő mondhatja azt, hogy na látjátok, milyen botorok voltatok, mert én meg tudtam volna csinálni. Tehát kicsit megáldja az előre a bukásnak ebben a formában, és ez nem biztos, hogy egy elvetélt kísérlet. Hát, hogyha neki lesz igaza, akkor adott esetben 2014 után neki még teremhet babér. Én még egyet hozzátennék, hogy a Jobbik is tartott egy ilyen évnyitó beszédet, szerintem túl korán ezért is talán kiesett most a figyelemből, és hát még az MSZP fog egyet tartani, ami szerintem meg nem is inkább ebbe az évértékelő sorozatba illeszkedik bele, hanem a március 15-i ellenzéki rendezvények sorába, itt az MSZP próbál erőt felmutatni 15-e előtt előrehozva. Tehát ilyen szempontból valóban ez a három beszéd az, amit összehasonlítunk, talán nem véletlenül időzítette Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc is erre az időszakra, közelebb a miniszterelnök beszédéhez, hogy a Bajnai nyilván, mint kihívó próbálja pozícionálni magát, Gyurcsány Ferenc is erre az időpontra választ, jól pozícionálta időben magát, hiszen ezzel a figyelmet ki tudja használni, ami a személyét és az időpontot övezi. Szerintem Bajnai Gordonéknak a koreográfiája volt nagyon jó, ugye Juhász Péter a civilek nyelvén szólt, a civilekhez szólt, Kónya Péter, aki a rendszerváltás veszteseit próbálta megszólítani, tehát egy szociálisan érzékenyebb hangot ütött meg, és Bajnai a technokrata, a jó kormányzás hazai
képviselője, tehát ez a koreográfia jó volt. Hát valóban itt Kornéliával egyetértek, hogy még nem találták ki, hogy kinek szólnak, hova szólnak. Ők próbálnak a bizonytalanok felé szólni, de hát ugye aki sokat markol, keveset fog. Gyurcsány Ferenc szerintem nagyon jót beszélt, Gyurcsány jól beszélt. Ő megpróbálta az összefogást előtérbe helyezni, nyilván, hiszen az ő személy annyira megosztó, és annyira ugye sok szavazót mozgósít a jobb oldalon, hogy ő nem is teheti meg, hogy konfrontatív legyen. Ugye Gyurcsány Ferenc problémája az, ami a kis pártok vezetőjé, hát Gyurcsány Ferencék pártját is most a bejutási küszöb alá mérik bőven, hogy az örök probléma a kis pártoknál, mindenfajta kis pártnál, hogy a nagy pártok számítanak a szavazóikra, de a vezetőkre nem. És Gyurcsány Ferenc azért is önnél is a műsorban azért mondta, hogy neki 200 000 szavazója van, hogy akármit is mérnek. Ez olyan, mint amit Orbán Viktor mondta, hogy Brüsszel mondja, hogy 3,4%, ne figyeljenek rá, mindig tévedtek. Gyurcsány Ferenc is azt mondta, hogy neki 200 000 körüli szavazója van. A körüli van, tehát a közvéleménykutatási adatok szerint annyi van, csak valószínűleg nem lesz több. Ugye, hát, de nem, ez nem is az a, egyrészt az a baj, hogy nem lesz több, másrészt meg az a baj, hogy ezeket sose lehet csak így összeadni, hogy na itt van 200 000, ott van 800 000, ott meg van nem tudom én 300 000, és hogy összerakjuk, akkor éppen megverik a Fidesz. Egyrészt tehát ezt nem lehet összeadni, másrészt meg ezek ki is tudják egymást oltani. Tehát, hogyha jön az a 200 000, akkor másik 300 000 meg elmegy. Van taszítása ennek. Tehát Gyurcsány Ferencnek ezt a problémát kellett, mint egy kis pártvezetőjének kezelni, hogy őt és a pártvezetőséget ne kerüljék ki, amikor a szavazókat megpróbálják begyűjteni. Nem hiába mentek el budapesti szocialista vezetők Gyurcsány Ferenc évértékelőjére, hiszen nem csak az LMP-nek, vagy esetleg az LMP-ből kiszakadt résznek, de Gyurcsány Ferenc pártjának is jellemzően Budapesten, és ezekben a modernizációs szigetekben, vagy baloldali volt ipari városokban van szavazóbázis, ahol egyébként az MSZP-nek is, vagy az LMP-nek Budapesten mondjuk. Tehát ezért is lehetett egyfajta közeledés. És Orbán Viktor valóban a jobboldali szavazóknak szólt, ha már lehet ilyen kategóriákban egyáltalán gondolkodni, vagy érdemes ezt méricskélni. De igazából az volt a fontos, hogyha nézzük akár itt az ATV műsorát, vagy más politikával foglalkozó médiumokat, mindig a baloldali vezetők, ellenzéki vezetők mondják, mit szeretnének csinálni 2014 után. És most Orbán Viktor is elmondta, hogy mit szeretne csinálni 1 év alatt, 7 év alatt, 18 év alatt, 20 év alatt, és tulajdonképpen ez lehet az, hogy... 1 év alatt, 8 év alatt, 20 évet? Hát a 20 év, amiben már 2 év eltelt, így a 18 év így jön ki. Ja, az idénre annyi volt, hogy lesz egy bérből, fizetésből élőknek egy akcióprogram, de erről aztán semmi többet nem mondott. Ugye a második fél évre gondol, második fél évre. Ami csak azért érdekes, mert hogyha igaz a bizottsági előrejelzés, hogy mégsem sikerült tartani az államháztartási hiányt, hogy az 3,4% körül lesz, akkor az azt jelenti, hogy egy 100 milliárdos 200. Megszorítás az, amire még itt számíthatunk. Emellett, hogyha van egy hát jóléti programot, hogyha még be tud vezetni a kormány, akkor azt is ellentételezni kell. Tehát hogy azért nem tudom, hogy hol tudnak még forrást találni, hát nyilván megvannak a pénzügyi szakemberek arra, hogy kitalálják. Azért az ilyen extra adókban már egészen sok volt, és az több helyen közgazdászok rögzítették, hogy ez kifejezetten tesz jót a gazdaságnak. Egyrészt a kiszámíthatatlanság, az egyrészt olyannyira, hogy talán ez a legfontosabb, hiszen a tőke nem keresi azt a helyet, amelyet nem tud előre belőni, hogy milyen lesz a megtérülés, mikorra fogja visszakapni azt a pénzt, amit oda berakott. Úgyhogy azért ezek inkább a bizonytalanságot növelik, természetesen a választók szempontjából ez egy pozitív és jó ígéret. Tehát sok ilyet látunk, a rezsicsökkentés talán ugyanez a kategória, amely nyilván sokak szívét megmelengeti, és nagyon sok háztartásnak nagyon jót is tett, de közben meg elfelejtjük azt a képet, hogy a nagyfogyasztók azok, akik munkát adnak, akik több száz alkalmazottat foglalkoztatnak, az ő rezsi számlaik viszont megnövekedett, tehát 10-20%-kal is akár. Valakinek meg kell fizetnie, az biztos. Na akkor lesz még előttünk évértékelő, Mesterházi Attilái, aztán március 15-e, úgyhogy lesz miről legközelebb is beszélgetnünk. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. Voltak. Önöknek is köszönöm a figyelmet, következik a csat Rónai Egonnal, úgyhogy maradjanak velünk. Találkozunk legközelebb hétfő este, viszontlátásra.